Szeretettel köszöntöm Önöket. Először a sötétzöld növényeket szeretném megemlíteni abból a szempontból, hogyha azok valóban igazán sötétzöldek, akkor biztosak lehetünk benne, hogy még benne van a klorofil. Ez azért is jó dolog nekünk egy jelző, mert a klorofil az rögtön lebomlana, hogyha bármilyen hőhatásnak ki lenne téve, a növény megsárgulna, elkezdene sárgulni. Így, hogyha valóban sötétzöldnek látjuk a növényt, illetve az élőszárítmányt, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a hatóanyagok megmaradtak benne. A klorofilt sokan ismerjük, tudjuk ugye, hogy van egy természetes gyulladás csökkentő hatása, de ennél még sokkal többet is tud, segíti nekünk a vérképzést, nagyszerű antioxidáns, az immunrendszerünket is segíti, illetve van egy méregtelenítő hatása, mégpedig a nehézfémek kivezetését segíti, ami szintén nagyon fontos ma már, és energetizáló hatása is van, tehát a zöld növények fogyasztásánál, amikor megfigyeljük azt, hogy növekszik az életerő, a vitalitás, természetesen rendszeres fogyasztásnál, akkor ennek az egyik oka a klorofil tartalma. Először a Grimmanának az összetevőit fogom részletezni, de ahogy István is elmondta, ezek külön-külön is megvásárolhatók már, és mindenki el tudja készíteni magának a saját Grimmannáját olyan összetétellel, ahogyan ő azt szereti. A mi Grimmannánkban a legnagyobb mennyiségben a búzafű van, ami egy kiváló növényi fehérjeforrás, 17 féle aminosavat tartalmaz. Mind a mellett, hogy tele van ásványi anyagokkal és vitaminokkal, tehát multivitaminként is fogyaszthatnánk akár. Tavaszi és őszi fáradtságnál energetizáló zöldnek is nevezzük. Természetes formájában tartalmazza a B17 vitamint, így a zöld növények közül a legnagyobb mennyiségben a búzafűben van. Az a tapasztalatunk, illetve ezt már visszajelzések alapján tudjuk mondani, hogy csökkenti az allergiás reakciókat, akkor, hogyha tudjuk, hogy mikor jön az a pollen allergia, és elkezdjük előtte fogyasztani a búzafüvet, már egy 2-3-4 héttel előbb is elkezdhetjük, akkor nem fog kijönni az allergia, vagy csak nagyon csekély mértékben jelentkezik. Segíti a szervezetnek a méregtelenítési folyamatait igen hatékonyan, illetve az is egy megfigyelés, hogy induló cukorbetegségnél is nagyon jó meg tudja állítani, esetleg segít visszafordítani a folyamatot. Természetesen önmagában nem teszi meg, de egy segítség hozzá, hogyha szeretnénk még időben tenni valamit. Magas a klorofil tartalma, meg lehet nézni a pultnál is, meg lehet kóstolni a búzafüvet, a sötét zöld színe árulkodik a klorofil tartalmáról. A brokkoli a másik zöld, aminél ki is vastagítottam, hogy az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy segít beindítani az öngyógyító mechanizmusokat. Vagyis bármilyen problémánál gondolhatunk a brokkolira abból a szempontból, hogy a saját öngyógyulásunkat fogja segíteni, ugyanis a szervezetet ösztönzi olyan anyagok előállítására, amelyek az adott állapotban nekünk szükségesek ahhoz, hogy meggyógyuljunk. Antioxidáns hatása is van, segít megvédeni a sejteket az oxidatív stressztől. Jelentős ásványi anyag és vitaminforrás, igen magas B-vitaminok találhatók meg benne. Van egy hatóanyaga, aminek az a neve, hogy szulforafán, ezt már talán többen ismerik. Ez a daganatos terápiáknál nagyon-nagyon előnyös, ugyanis kutatások bizonyítják, hogy megköti a rákkeltő anyagokat, segít kivezetni azokat, illetve daganatburjánzást segít visszafogni, vagy annak kiújulását képes megakadályozni. Gyomorfekély és cukorbetegség esetén is nagyon jó kiegészítő terápia, ezt a franciák bizonyították be az ő kutatóintézetükbe. Gyomorfekélynél a Helicobacter pylorinál segíti annak a kiürülését onnan, illetve cukorbetegségnél azt tudja ez az anyag, hogy a fehérjék, olyan fehérjék előállítására ösztönzi a szervezetet, hogy a cukorbetegség során károsodott vérereket maga a szervezet próbálja meg helyreállítani. A spenót, mint lutein forrás került be a zöldek közé, kevesen tudjuk róla, hogy magasabb a lutein tartalma, mint a vörös áfonyájé, tehát magasabb. A luteint csak a táplálkozással tudjuk bevinni a szervezetünkbe, a szervezet maga nem állítja elő, ezért feltétlenül fontos, hogy időről időre csináljunk egy lutein kúrát, ugyanis a
sárga folthoz, ami a szem hátsó részében van, szükséges a lutein jelenléte. Mágikus testi előtt kölcsönöz, ezt a népgyógyászati hagyományok is alátámasztják. Aki rendszeresen fogyasztja a spenótot, akkor számíthat arra, hogy a testi ereje az jobb lesz. Hogyha fizikai terhelésnek van kitéve, akkor jobban fogja bírni. Ezt szemlélteti a Popeye kép is, aki szintén emiatt fogyasztotta a spenótot. C-vitamin és K-vitamin tartalma jelentős. Magnézium, kálium és folsav is található benne, és igen magas klorofil tartalma van. A iparilag kivont klorofilt is sok esetben a spenótból vonják ki, mert szinte a legmagasabb klorofil tartalmú növény. Antioxidáns forrásként is használható. A kapor szintén vitamin és ásványi anyagforrás, és nagyon erős antibakteriális ereje van, amelyik vetekszik a fokhagymáival. Tehát amikor a fokhagymára gondolunk, akkor gondolhatunk a kaporra is. Lehet szopogatni például a szánkba, van belőle ugye 100% tiszta tabletta is, és akkor a szájüreg pH-ját helyreállítja, illetve az antibakteriális erejét kifejti, ha arra szükség van. Jelentős rostforrás, ami fontos ahhoz, hogy egészséges széklet legyen, ugye szükséges a rostok bevitele az emésztőrendszerbe, támogatja a hasnyálmirigy működését, és az a tapasztalat, hogy a vércukorszintet is képes helyreállítani. Erre főleg orosz népgyógyászati hagyományok vannak, de nagyon sok visszajelzést kaptunk, hogy ez valóban működik. És támogatja a vizelet kiválasztó rendszer egészségét is. Ez azt jelenti, hogy bizonyos gyulladásoknál, húgyhólyag gyulladásoknál a kapor, amennyiben az bakteriális eredetű, a kapor segít ennek a gyógyulásában, segíti a baktériumok kiürülését onnan, illetve hogy a húgyhólyag falán megtapadjanak, azt is képes megakadályozni. A petrezselyem is benn van a Green Mannába, szintén ásványi anyag és vitaminforrás, tablettaként is meg lehet kapni 100% tiszta tablettaként, így lehet használni a petrezselyemet is arra, hogy a száj üregnek a higiéniáját helyreállítjuk vele. Segíti a húgyutak egészségét, a népgyógyászatban főleg gyomor- és májbetegségek kiegészítő terápiájaként használták, illetve az emésztőrendszer működését is segíti, az emésztőnedvek termelődését segíti ilyen formában. A csalán is benne van a mi Green Mannánkban, támogatja a testnek az életerejét, ásványi anyag és vitaminforrás, méregtelenítő hatású, ezt talán a legtöbben tudjuk róla, hiszen szinte az összes vizelethajtó és tisztító tea keveréknek az egyik összetevője a csalán. Vértisztító, vérpezsdítő hatású, mondja a népgyógyászat, illetve erősíti az immunrendszert, magas a C-vitamin tartalma például. Készülőben van a szivárvány szakácskönyvünk, a november 16-ai rendezvényre már meg lesz, úgy szeretnénk. Most jelenleg 21 élő szárítmány van, amikről még fogjuk részletezni, hogy mik ezek. A szakácskönyvben egyrészt le lesznek írva, hogy melyik szárítmányban milyen hatóanyagok találhatók, illetve ötletek, hogy hogyan lehet ezeket felhasználni, ezeket a szárítmányokat. Ugye kétféle felhasználása van a szárítmányoknak, az egyik, amikor táplálékkiegészítőként gondolunk rá, és azért fogyasztjuk, mert annak az élettani hatásait szeretnénk a mi egészségünk érdekében állítani. És van egy másik lehetőség, amikor a hagyományos főzésbe tesszük be. Kettő közt ugye az a különbség, hogy amikor szükségünk van a hatóanyagokra, akkor nem tehetjük ki hőhatásnak ezeket a szárítmányokat, nem önthetjük föl őket forró vízzel, csak szobahőmérsékletű vízzel vagy langyos vízzel használhatjuk. A langyos az a kézmeleg víz, körülbelül olyan hőmérséklet, amilyen az egészséges testnek is a hőmérséklete, ugyanis ezen a hőmérsékleten még élnek az enzimek, nem kezdenek el a hatóanyagok lebomlani benne. Tehát, hogyha a hatásáért fogyasztjuk, akkor bármit összekeverhetünk, bármelyik élőszárítmányt, de csak ilyen maximum, ilyen langyos vízzel önthetjük fel őket. Amikor viszont, mint étkezés szeretnénk használni, akkor nyugodtan használhatunk akár forró vizet is, hogyha forró levest szeretnénk készíteni,
akkor ugye tudomásul vesszük, hogy a hatóanyagok fölbomlanak, de ma már nagyon nagy előny, hogy legalább tudjuk, hogy mit eszünk, tehát hogy a zeller az valóban zeller, nem pedig ízfokozókkal támogatott akármi szintetikus valami. Amikor majd sorolom a szárítmányokat, akkor fogok egy-két ötletet mondani, hogy melyikből lehet például 10 másodperc alatt nagyon finom levest készíteni, pusztán azzal, hogy összeöntjük a porokat. A következő szárítmány a zöldárpafű, ez már nincs benne a mi grimmannánkban. A zöldárpafűnek az íze egy picikét kesernyés, de elérhető 100% tiszta tablettában is, akkor nem érződik ez az íz. Viszont a természet multivitaminja nevét kaptak, egy tanulmány is elérhető róla a népgyógyászat.hu weboldalon, ott tudják letölteni az ingyenesen letölthető kiadványok között, amit egy japán professzor írt, Hagiwara. Ő készítette róla ezt a tanulmányt, és megállapította a tanulmányában, hogy a zöldárpafű éppen olyan mennyiségben, minőségben és koncentrációban tartalmazza az ásványi anyagokat, nyomelemeket, vitaminokat, ahogyan az az emberi szervezet számára a legideálisabb. Felsoroltam a legfőbb hatóanyagait, például a beta-karotin, B1, B2, B6 vitaminok, C, E, H-vitamin, folsav, pantoténsav, nikotinsav, kálium, kalcium, magnézium, vas, réz, stb. Nagyon sok enzim is található benne, például megtalálható az SOD enzim, a szuperoxid diszmutáz enzim, ami egy fiatalító hatást tulajdonítanak neki, tehát ezért is fogyaszthatjuk a zöldárpát. Ez az enzim egyébként a búzafűben is megtalálható magasabb koncentrációban. A lucerna a testi, lelki, szellemi energetizáló, szintén benn van az élő szállítmányok között. Azért mondjuk róla, hogy energetizáló, mert már azt régóta tudjuk, hogy az őseink az állataikat etették vele, amikor nehezebb, hosszabb útra készültek vele, mert hogy nagyon jó energiát, testi energiát kaptak tőle, és hát ez kiderült, hogy az ember is fogyaszthatja, ugyanilyen hatással van rá. De nem csak testi, hanem lelki-szellemi energetizáló hatást is tulajdonítunk neki rendszeres fogyasztása során. Ásványi anyagokban, vitaminokban gazdag. A gyökere igen mélyre leír, úgyhogy sokféle ásványi anyagot és vitamint tud felszívni. Például a B17 és az U-vitamint emeltem ki, amit tartalmaz. Jelentős rostforrás, kalcium tartalma is magas, segíti ugye az egészséges pH-egyensúlynak a fenntartását, kismamáknál pedig a tejkiválasztást segíti. A medvehagyma a következő élőszárítmány. Támogatja a szív- és érrendszer védelmét. Ugye a fokhagymát talán jobban ismerjük, gondolhatunk a fokhagymára is, hogy amit a fokhagyma tud, azt a medvehagyma is tudja. Az íze talán nem annyira jellegzetes, hanem sokan azt mondják, ugye, hogy finomabb. Kedvezően hat a gyomor és bélrendszer működésére, segít kiegyensúlyozni az idegrendszert. Az ősi védikus tanítások szerint pedig az érzelem testre is hat a medvehagyma, fokozza a vágyakat és a szenvedélyeket. Segít a kórokozók elleni küzdelemben. Kaptunk például egy receptet a medvehagymához, hogy jó minőségű tejfölbe keverték egy kis sóval, és akkor kitűnő mártogató spiritós kenyérhez vagy ropihoz talán. A tökmagpor is megtalálható. Oda van írva alá, hogy ocsú, mert ez a tökmagpor az a tökmagpor, ami már az olaj kisajtolása után visszamaradt. Az íze nagyon finom, kiváló pástétomok készíthetőek belőle. Például, ha tökmagolajjal, mi úgy készítettük, hogy tökmagolajjal összekevertük, tettünk hozzá vörös hagymaport, majd fogom azt is részletezni, hogy az miért jó, egy nagyszerű élőszárítmány a vörös hagyma, egy kis sóval, és nagyon jó, jól fogyasztható, finom pástétom jellegű krém lett belőle, amit pirítós kenyérrel lehet fogyasztani. Ezek a receptek benne lesznek majd a Szivárvány szakácskönyvben. A tökmagpor, mint növényi fehérje, gondolhatunk rá, magasabb a fehérje tartalma, mint a szójának. Csökkenti az ödémákat, stabilizálja a sejtmembránokat, javítja a perifériás erek és szövetek működését, cink- és E-vitamin forrás, javítja a prostata működését,
illetve segíti az epehólyag és a máj működését. Az apfű egy másik élőszárítmány, ami szintén ugye a zöld növények közé tartozik. Abban mindenképpen különbözik a többitől, hogy magasabb a D-vitamin tartalma, ami miatt egy kis nyugtató, szorongásoldó hatást tulajdonítunk neki. Ez a hatás a növények között talán az apfűnek a legmagasabb. Mind a mellett, hogy adaptogén hatása is van, ez ugye azt jelenti, hogy segíti az alkalmazkodást. Amikor extrém helyzeteknek vagyunk kitéve, akkor sokkal könnyebben, kiegyensúlyozottabban tudjuk azt átvészelni, hogyha fogyasztunk például zapfüvet. Részt vesz a szervezet méregtelenítésében, rostforrás is, tehát a bélrendszer tisztítását is segíti. Koleszterin szint csökkentő és húgysav ellenes, tehát köszvényes terápiáknak is az alkotó része lehet az zapfű, mind a kettőnél nagyon jól beválik. A sütőtök is megtalálható élőszárítmányként, nagyon finom édeskés íze van, a pultnál meg lehet kóstolni, csak vízzel feloldva, hogy milyen ízű. Hosszú távú fogyasztása támogatja az immunrendszert. Fel vannak sorolva, hogy melyek azok az ásványanyagok és vitaminok, amik magasabbak benne, A, B vitaminok, folsav, illetve kalcium, kálium, mangán, rézvas, foszfor, stb. A sütőtöknél az is nagyon fontos, hogy az íze miatt gyerekek is fogyasztják. Ugye a gyerekek még íz szerint is választják, nem csak hatás szerint az ételeket, és az a gyermek, amelyik szereti a sütőtököt, ezt az élőszárítmányt is meg fogja inni. A népgyógyászatban meghűléses és gyulladásos állapotok kezelésére használták, minden típusú gyulladás kezelésére alkalmas, illetve hosszú távú fogyasztásával megfigyelhető, hogy a bőr minősége szebb lesz, illetve a pattanások elleni küzdelmet is segíti. Tisztítja a bélrendszert, serkenti a máj működését, és alacsony a kalóriatartalma, ezt egy pár élőszerítménynek ki fogom emelni, hogy alacsony a kalóriatartalma, ugyanis a diétás időszakban nagyon jól fogyasztható, például a sütőtök. Ha teszünk hozzá almarostot vagy kókuszlisztát, először az almarostról beszélek, akkor duzzadó hatást lehet vele elérni, és elveszi az éhségérzetet ezáltal. Mind a mellett, hogy nagyon egészséges is, hogyha az almarosttal fogyasztjuk, akkor ugye egyrészt rostforrásról gondoskodtunk, ma ez nagyon fontos, mert a legtöbben rosthiányosan táplálkozunk, illetve az almának a pektin tartalma révén a szervezet méregtelenítésében segít, méghozzá elég jelentősen. Hozzájárul a bélrendszer tisztításához a rost tartalma miatt, és hát mondhatjuk az almarostról, hogy szinte kalóriamentes, ezért is javasoltam a sütőtökkel keverni például. A másik ilyen rostforrás, ami ilyen duzzadó képességű, az a kókuszliszt. A kókuszliszt az nem más, mint a friss kókuszhúsnak, ez a belső fehér részének a szárítmánya. A rostoknál viszont az nagyon fontos tudni, hogy csak akkor fogják a hatásaikat tudni elérni, hogyha elegendő folyadékot fogyasztunk hozzá, ugyanis ezek duzzadnak, hogyha kevés folyadékot iszunk, akkor nem hogy előnyös, hanem még előnytelen hatást is elérhetünk, hiszen be tud ragadni az egész a bélrendszerbe. Ezért amikor rostos terápiákat végzünk, akkor az átlagos 2-3 liternél talán még többet kellene inni, de az a minimum a 2-3 liter, amit azért meg kell inni, különben hiába vettünk be rostokat. A kókuszliszt is segít tisztán tartani a bélrendszert. Használható ugye a hagyományos sütéshez, főzéshez is. Elmondható róla, hogy bármilyen ételallergiánál használható, tehát nem tudunk még olyan ételallergiát, aminél a kókuszlisztet nem lehet fogyasztani. A fogyókúrázók számára ugye éppen ezért ideális, és azt is tudja még, hogy segíti a vitaminok és az ásványanyagok felszívódását. A cékla, mint élő szárítmány is kóstolható a Viva Natura pultnál. A pohár színe is mutatja, hogy igazi élő szárítmány, tehát íze, illata, színe ugyanolyan, mint az igazi frissen facsart céklalének. Jelentős vitaminforrás.
kiemelkedő a vas tartalma, ezt ugye sokan tudjuk és sokan szeretik pont emiatt. Van mellette C-vitamin és folsav tartalma is. Segíti a vörös vérsejtek szaporodását és regenerálódását. Pektin tartalma szintén segíti a méregtelenítési folyamatokat, és a színezőanyaga is elárulja, hogy hatékony antioxidáns forrás. Minden mellett még energetizál is, hogyha hosszú távon fogyasztjuk. A zeller gyökér is bekerült az élőszárítmányok közé. Szintén rostanyagokban és balasztanyagokban gazdag, szerves nátriumot tartalmaz, hatóanyagai révén az immunrendszert erősíti, magasabb az A, B és C vitamin tartalma, illetve magas kálcium, kálium, vas és magnézium forrás. Az íze igen kiváló, és akkor itt említem meg azt, hogy a vöröshagyma szárítmányt össze lehet keverni egy kevés sóval, és ez egy leves alapot tud képezni. Ezt, hogyha fölöntjük vagy zeller gyökérporral, vagy zöldborsóporral, vagy spárgaporral, vagy cukkiniporral, akkor az adott levest megkapjuk akár 10 másodperc alatt belőle. Nem szükséges semmilyen sűrítés hozzá, mert maga a szárítmány duzzadó képessége révén krémes állagú lesz, úgyhogy ha langyos vízzel készítjük, akkor a hatóanyagok életben maradnak. Ha forró vízzel, akkor kaphatunk egy forró leves 10 másodperc alatt ezekből a szárítmányokból. A zöld borsó por is megkóstolható, ilyen édeskés és finom. Magas a növényi fehérje tartalma. Ugye szokták mondani, hogy a hüvelyesek tartalmazzák a legtöbb fehérjét. Az a megfigyelés, hogy akik a csicseri borsó és a bab miatt puffadnak, és azért nem tudják igénybe venni ezt a növényi fehérje forrást, azoknak is jó a zöld borsó, tehát azok nem puffadnak tőle. A cukkin is beletartozik az alacsony kalóriatartalmú növények közé, tehát diétásoknak kifejezetten ajánljuk a sütőtök mellé. Lehet ugye levesként is elkészíteni, igen jelentős a C-vitamin tartalma, de hát jelentős vitamin és ásványanyagforrás más tekintetben is. Segíti az egészséges bélműködést, annak a tiszten tartásában részt vesz és az immunrendszer egészségében is. A spárga, mint folsavforrás, igen jelentős, úgy is írtam, hogy a spárga folsavban világrekordel. Elérhető 100% tiszta tablettában is, amiből már 2-3 darab fedezheti a napi folsav mennyiséget. A folsav hiányában fáradtságot, dekoncentráltságot, ingerültséget érezhetünk. Hát ha ezt tapasztaljuk magunkon, akkor ennek lehet, hogy az egyik oka a folsav hiány. Más ásványi anyagokban és vitaminokban is igen gazdag. Ahogyan a zapfő, ugye a spárgának is van adaptogén hatása. Idegrendszeri kiegyensúlyozó hatása is van. A visszajelzések azt mutatják, hogy javítja a memóriát, hogyha hosszú távon használjuk. Van egy enyhe vesekőhajtó hatása, és segíti a bélrendszer tisztán tartását is. A vöröshagyma önmagában is nagyon finom, tehát akár pirítós kenyérre szórva is fogyasztható. Iható a téli meghűléses időszakokban, mert nagyon jól segíti a felső légúti betegségek gyógyulását, illetve, ahogy előbb említettem, a leveseknél lehet egy alap, de bárki használhatja, próbálgathatja otthon, hogy még milyen módon lehet a vöröshagyma szárítmányt felhasználni. Kiváló az ízhatása, és ugye ismerjük azt is, hogy antibakteriális, antivirális ereje is van. Segíti az emésztőrendszer munkáját, vasat, jódot, káliumot, kalciumot, foszfort, szelént, cinket, stb. Rengeteg ásványi anyagot tartalmaz, B és C vitaminokat is. Érelmeszesedés és magas vérnyomás elleni terápiáknak is az egyik fontos alkotóeleme a vöröshagyma. Himalája só is bekerült, pont azért, hogy ezeket a szárítmányokat, hogyha kevergetjük, levesként próbálgatjuk, akkor sóval ízesíthessük is őket. A himalája sót azért választottuk, mert hogy ásványanyagokat és nyomelemeket tartalmaz, a test sejtjeit energiával tölti fel, részt vesz a méregtelenítésben, az immunrendszer erősítésben, és kedvezően hat akár a felső légúti betegségek ellen is.
nincsen gond vele, hogy most ennyi a kálium tartalma vagy annyi, hanem úgy, ahogy van magában az összetétele egészséges az emberi szervezet számára. Található még tiszta nátriumklorid is, aki ezt szeretné választani, ezt is választhatja. Ugye a nátrium az kiürül a testnedvekben, vérrel, vizelettel, izzadságban megtalálható. Szükséges az, hogy időről időre azt is pótoljuk. Szükséges az egészséges gyomorsav összetételéhez, tehát a hiedelemmel ellentétben azért nátriumra szükségünk van. Megjelent az élő szárítmányok kategóriájába, illetve oda is sorolhatjuk, mivel a C-vitamin mellett csipkebogyó és hibiszkusz található. Ez egy nagyszerű termék, ami most árérték arányban és minőségben talán verhetetlen. Az aszkorbinsav mellett van csipkebogyó és hibiszkusz, amelyek biztosítják annak a felszívódását. Tehát ha olyan terápiát szeretnénk csinálni, amiben nagyobb dózis C-vitaminra van szüksége, akkor ez alkalmas arra, hiszen valóban fel fog szívódni. Található a tasakban egy kis mérőkanál, azzal ki tudjuk számolni, hogy hány milligramot veszünk magunkhoz, hány milligramot szeretnénk magunkhoz venni. Hát ebből a fajta minőségből akár több ezer milligramot is fogyaszthatunk. Segíti ugye az immunrendszer munkáját, antioxidánsként is szerepel, segít a csontok egészségét megtartani, az ínyek, ízületek egészségét, a vörösvérsejteknek segít, illetve, ahogy említettem, a felszívódó képessége miatt nagy dózisban fogyasztható. Külön megtalálható a csipkebogyó is, mint élőszárítmány, a csipkebogyó hús pontosabban. Magas a C-vitamin tartalma, ugye pont ezért is kerülhetett az aszkorbinsav mellé, hogy annak segítse a felszívódását. Találhatók benne más vitaminok és ásványi anyagok is, de elmondható a csipkebogyóról, hogy fokozza a szervezet védekező képességét. Igen jelentős a magnézium tartalma, serkenti a gyomornedvek működését, idegnyugtató hatása is van, valamint igen hatásos az ízületek védelmébe, majd későbbiekben beszélünk még a kurkumáról. A kurkuma mellett a csipkebogyó rendszeres fogyasztása is segít az ízületi gyulladások, fájdalmak kezelésében. A hibiszkuszt legtöbben kedvelik az ízhatása miatt, más esetleg kesernyésebb növényeket is fel lehet javítani a hibiszkusz ízével, de önmagában is fogyasztható a hibiszkusz virágpor. A legfontosabb hatóanyagai a C és a B-vitaminok, a vas, magnézium, kálcium és a beta-karotin. Segíti a szervezet méregtelenítését, ezt kiméletesen végzi, úgyhogy még kismamáknak sem ártalmas, hogyha kis mennyiségben fogyasztják. Segít védekezni a felső légúti fertőzésekkel szemben, jelentős immunerősítő, segíti az izmok, csontok, ízületeknek a regenerálódását. Még az élő szárítmányokról szeretnék egy gondolatot mondani, hogy ugye abban is segítenek nekünk, hogyha az élettani hatásai miatt akarjuk őket szedni, mondjuk például a brokkolit, akkor lehet, hogy minden nap nem tudunk friss brokkolit beszerezni, és lehet, hogy nem is esik jól azt a mennyiséget minden nap megenni a brokkoliból. Élő szárítmányként viszont nagyon könnyen meg tudjuk inni őket, akár hosszabb távon is minden nap elérhetjük. A magnézium napi adagja 493 mg két kapszulában van ennyi. Magnézium mindenképpen szükséges ahhoz, hogy működjön 300, illetve több mint 300 féle enzim a szervezetünkben. Lugosító ásványi anyag, nagyon fontos tudni róla, hogy stressz esetén fokozottan kiürül, tehát ha stresszesek vagyunk, akkor az első ásványi anyag a magnézium lesz, ami kiürül, illetve mozgás hiányára még csak rátesz. Szinte nincs is olyan ember, akinek ne lenne szüksége időről időre egy kis magnézium pótlásra. A kurkuma, ami most plusz kurkuminnal van itt kint, megnézhető a pultnál, nagyon sok mindenre jó, Johns Hopkins kutatási eredményei olvashatóak itt. Tudjuk a kurkumáról, hogy nagyon jól használható, baktériumörő, vírusörő, gombaörő ereje miatt nagyon hatékony, illetve gyulladáscsökkentő hatása miatt nem csak az ízületi gyulladások esetében, hanem más típusú gyulladások esetében is fájdalomcsillapító hatása is van. Segíti a májnak és az epének a működését, a májsejtek regenerációját,
és a számos terápiának a kiegészítője, amint itt látjuk komolyabb betegségeknél is.